Novák Katalin lemondását követeli az MSZP. A párt szerint az alkotmánymódosítás benyújtásával nem tusolható el sem az államfő, sem Varga Judit felelőssége. A szocialisták az ügy teljes körű feltárását sürgetik. A stúdióban Kunhalmi Ágnes. A Kunhalmi Ágnes valóban, de kapcsoljuk a tüntetés helyszíni Jegesi András kollégámat. Nem tudom, tart-e még a tüntetés, de akkor legyen ez az első kérdés. Szervusz András, újra jó estét! Szervusz Egon, és én is újra jó estét kívánok. A tüntetés hivatalos része már véget ért. Ahogyan talán láthatják, itt mellettem plüss állatokkal borították el a demonstrálók az esemény végén az udvart. Ennek a szimbolikáját azt hiszem, hogy nem kell hosszan ecsetelnem. Az utolsó beszédet Donát Anna, a Momentum elnöke tartotta, ahogyan talán erről a híradó végén, amikor bejelentkeztem, akkor emlékezhetnek erre. Fontos része volt a beszédének, hogy a köztársasági elnök az a nemzet lelki ismerete. Ezért van meg neki a joga arra, hogy amikor a jog nem tud igazságot szolgáltatni, akkor ezt ő tegye meg. Szerintem, mármint Donát Anna szerint, a köztársasági elnök ezt az eszmét is elárulta azzal, hogy kegyelmet adott K. Endrének. És azt jelentette be Donát Anna, hogy egészen addig, amíg Novák Katalin le nem mond, minden nap este 6 órakor itt fognak találkozni és tüntetni azért, hogy Novák Katalin nyújtsa be a lemondását. Ahogyan láthatják, még azért vannak itt páran téren, de hát úgy tűnik, hogy ez innentől kezdve majd este 6 órától rendszeres lesz. Természetesen mi az ATV-n igyekszünk mindenről, ami fontos és érdekes beszámolni, de én úgy hiszem, hogy itt különösebb atrocitásra, vagy bármi olyanra, amiket itt korábban a várban, mondjuk a Karmelitánál láthattunk, nem kell számítani. Az egész demonstráció jellege rendkívül békés volt. Jegesi András, köszönöm szépen ezt a mostanit is, és az egész esti tudósítás sorozatodat, és akkor fordulok Kunhalmi Ágneshez, mondtam, hogy itt van már, és tényleg jó estét kívánok, képviselő asszony. Jó estét kívánok. És az MSZP társelnöke persze. Hozott magával egy nyuszit. Igen, igen, egy betapasztott szájú nyúl, amit bedobtak most az állampolgárok is egyébként a Sándor palotánál. Jelképezi ez az áldozatokat. És engedjék meg, hogy még mielőtt erre az ügyre rátérünk, és az MSZP kezdeményezésére és minden másra, azért nagyon hiányolom azt, hogy sem Orbán Viktor, aki most már megszólalt, sem Novák Katalin, Varga Judit, meg aztán, aki ezt megakadályozhatta volna, egy bocsánatkéréssel, vagy egy jó szóval semmit nem mondtak az áldozatoknak, ami tényleg megrendítő, és sokat beszélünk a politikai felelősségről, de mi lehet a gyerekekkel? Lehet, hogy ebben a pillanatban is gyerekek sokasága áldozattá válik, abuzálják őket, bántják őket. A miniszterelnöknek lehet alkotmánymódosítást kezdeményezni, talán kell is, de kezdeményezi-e Orbán ennek a rendszernek az átvilágítását, ezeknek az embereknek a rendszerből való kivételét, és sorolhatná. Ön úgy gondolja, hogy rendszer szintű az, ami Bicskén történt? Én azt gondolom, hogy igen, egyre több, és szinte minden évben, nem telik el úgy év, hogy ne bukna ki valamilyen eset a sajtóban, tehát szerintem egyfelől rendszer szintű, másfelől több rendszer kapcsolódik össze, az egész keresztény konzervatív társadalom, és annak értékrendje, amit Orbán épített fel, ma egy pedagógust, ha nem írja alá a státusztörvényt, kirúgják, a felettesettől el kell tűrnöd az abuzálást, a bántalmazást, a munkaügyi bántalmazást is. Ez a nemzeti együttműködés keresztény rendszerének az alapja, és erre olyan büszke a miniszterelnök. Ezt nem lehet önmagában egy alkotmány módosítással, vagy éppen egy Novák kirúgásával, de még azzal se, ha Vargát leveszik az európai parlamenti listájáról a Fidesznek, azt követelem én is és az MSZP is, hogy vegyék le, mert ő megakadályozhatta volna. Volt a rendszerváltás után olyan pillanat, amikor megakadályozta igazságügyminiszter egy kegyelem adását. Dávid Ibolya. Így van, Göncz Árpád akart adni valakinek kegyelmet. Az Agrobank elnökének. Így van. Kunosnak hívják. Igen, Kunos Péter. Így van, elnézést, így van, de a akkori igazságügyi miniszter, aki ezt nem jegyezte ellent, és ez az ellenjegyzésnek a lényege. Tehát nehogy azt higgyük, vagy a társadalom, és ez nem jobb vagy baloldali kérdés, ne elégedjen meg azzal, hogy Novák Katalint leveszik a saktábláról adott esetben, mert ahogy az előző vendégekkel beszélgetett, ezekben a percekben és ezekben az órákban dől el az, hogy Nováknak mi lesz a sorsa. De Novák Orbán embere, Varga Judit Orbán embere. Orbáné az egész rendszer. Ő tesz oda valakit, és ő viszi el. Tehát tessék megteremteni, és itt jön majd a gondolatmenetemnek a másik része, mert
mert joggal kérdezik a tüntetésen az emberek, hogy hogy lesz ebből valódi változás, hogy mit fog az ellenzék csinálni. És van-e olyan egy ellenzék, vagy csak pártok vannak, aki egyik tüntetés szervez, a másik az MSZP vizsgálóbizottságot kezdeményez, a harmadik törvénymódosítást rak be, de valóban politológusokkal is tetszett szerkesztő úr beszélgetni, hogy megteremti az ellenzék annak a feltételeit, hogy egy ilyen ügybe belebukjon a Fidesz, mert bele kellene buknia. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy nem bukik bele egy ilyen ügybe. Azt nem tudja elfogadni, hogy mondjuk ez egy emberi hiba, egy figyelmetlenség, egy felelőtlenség, egy felkészületlenség, és nem rendszerhiba? Én azt gondolom, nem erről van szó. Ha ez így lenne, akkor nem ilyen reakció lett volna a Fidesz részéről. És a miniszterelnök is napokig hallgatott. Tehát, hogyha ez valóban csak egy hiba lenne, ahogy ön mondja, de hát nem erről van szó. Itt azért látjuk a Sadel ügyet, látjuk, amikor emberek sokaságának, ezreinek tette tönkre ez a, hát sokak szerint végrehajtói maffia hálózat, amely egészen magas szintekig elnyúlt, és szintén Varga Judithoz köthető. De ott van például a kegyelmet adott a Budaházinak, egy politikai terrorista. Innentől kezdve ellenzéki képviselő vagy ellenzéki politikus hogyan érezhetné magát biztonságban? És a rendszer ott látszik, hogy problémás, hogy egy Kaleta Gábor is megúszhatja nem tudom hány százezer forinttal. Sőt, itt ebben az ügyben, ami voltak éppen ennek az ügynek a harmadrendű vádlottját illeti, felfüggesztett börtönbüntetéssel úszta meg a harmadrendű vádlott, mert 5000 forintot fizetett a szexuális erőszakért a fiúknak. Tehát ezek egészen elképesztő bírósági döntések is, azért ezt is tegyük hozzá, független attól, hogy a bíróság döntését illik elfogadni. Azt mondta, hogy megkérdezték a tüntetők, hogy hogy lesz ez. Mit válaszolt nekik, hogy lesz? Hát nézzék, és azt is tudják a tüntetők, hogy az MSZP azon az állásponton van, hogy együtt kell működni, hogy nincs az az arányos rendszer, ami egy fél diktatúrában ne a diktátort segíteni. Tehát nem fogadok el az ellenzéki pártok vezetőitől semmilyen olyan érvet, főleg ezek után nem, amikor ekkora társadalmi megrökönyödés van, és ilyen bizalomvesztésen mehet át a Fidesz, és nem tudnak érdemben hova fordulni, hogy nem működünk együtt. Tehát ettől a rendszertől meg kell szabadulni. És ma, aki politizálhat ebben az országban, aki pártot vezethet, aki vezető politikusként beszélhet televízióban, hatással lehet és szavazói vannak. Ez nem MSZP kérdés, ez nem DK kérdés, ez nem Fidesz szavazók kérdése önmagában. Egy ilyen ügy. Meg kell teremteni az ellenzéki pártoknak a feltételeket. Jön Donát Anna, olyan bő 20 perc múlva. Legyen kedves, kérdezze meg ezt tőle. Csak egyet kérdezte. Ön kérdezte már? Kérdeztem. És mit válaszolt? Hogy most nem annak van itt az ideje, hogy Orbánt leváltsuk, hanem megmutassuk a sokszínűségünket. Hát akkor kérdezem. Nekem se fog mást válaszolni valószínűleg, de megkérdezem. Mikor lesz itt Orbán leváltásának az ideje? Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.